velünk Bori Bernadett kertészmérnök, akit pillanatok alatt zöldbe borultunk. Köszönjük szépen! Üdvözöllek titeket! Kedvenc témám a kert, most pont és a föld, és a virágok, úgyhogy nosza halljuk. Igen, tehát téli kertekről fogunk beszélgetni, ami különösen aktuális, hiszen most ilyenkor tényleg az összes kertbarát ugye kivágyik a kertbe, hiányzik a növényeknek a gondozása. De lássuk csak, hogyha téli kertre gondolunk, akkor először a lelki szemeink előtt ugye esetleg nagyobb üvegházak vagy pálmaházak jelennek meg, ugyanakkor téli kerteket saját magunk a kertünkben, vagy akár az otthonunk szerves részeként is kialakíthatunk pár négyzetméteren. Most ezek a téli kertek, ezek nagyszerű lehetőséget adnak arra, hogy ilyenkor télen kertészkedjünk, akkor, amikor ugye nem tudnánk kimenni a kertbe, tehát azt is mondhatnám, hogy négy évszakos kertekről van itt szó. Tehát ilyenkor most januárban kimegyünk, és akár át tudunk ültetni növényeket. Tehát alapvetően, hogy megfelelően tudjunk választani téli kertben növényeket, a hőmérséklet az első és legfontosabb szempont, hiszen hideg és meleg téli kertekről beszélhetünk. Mire beszélünk akkor, hogyha hideg téli kert? Általában egy ilyen téli kert most 10-15 fokos, és nagyrészt mediterrán növényeket szoktunk telelni benne. És ezek a mediterrán növények, ezek nagyon kedveltek a kertbarátok körében, talán a legismertebb, ugye a leander, ezt szinte mindenki ismeri, és minden kertbarátnak van a kertjében. Ám de bár, amikor ugye ősz vége vagy tél eleje van, nagyon sok kertbarát szokta kérdezni tőlem, hogy mit csináljunk ezekkel a növényekkel, és hogyha nem találunk ugye más helyet neki, akkor egy pincébe, egy gyengén világított helyre szoktuk őket bevinni. De ugye ezeknek a növényeknek is nagyon fontos a fény és a megfelelő hőmérséklet télen. És én nem véletlenül két leandert hoztam, hiszen két különböző helyről hoztam ezeket a leandereket. Az egyik leandert egy téli kertből, egy 14 fokos helyről hoztam, a másikat viszont egy gyengében megvilágított helyről, és hát jól látszik a növényen, hogy sokkal sárgábbak a levelei. Tehát ezek a mediterrán növényeknél még kérdés szokott lenni, hogy ilyenkor sárgul a levelük, hullik a levelük, és nagyon sok kertbarát ilyenkor meg szokott ijedni, de mindenkit megnyugtatnék, hogy ez egy teljesen természetes folyamat a mediterrán növények esetében. Mennyit kell ezt öntözni? Ez egy nagyon jó kérdés, hiszen az előbb ugye a hőmérsékletről beszéltünk. Tehát akkor, hogyha egy hideg téli kertünk van, egy 10-15 fokos, akkor semmiképpen se öntözzük túl a növényeket. Hetente, ugye sokszor... Két hetente? Én azt mondanám, hogy hetente nézzünk rá a növényünkre, tehát semmiképpen se hagyjuk. Száraz. Akkor mindenképpen öntözzük meg, tehát ne hagyjuk őket kiszáradni. De mint mondtam, ugye a hőmérséklet segít a növények választásában, hogyha nem ilyen hidegből vagy hűvös körülmények között telehetetjük a növényeket, hanem esetleg meleg. Szóval hőmérsékleten lehet? Pontosan, tehát a meleg téli kertek pont erről szólnak, amiket már talán mondhatom, hogy lakható téli kerteknek is nevezünk. Ugye egy szobahőmérsékletről van szó, és akár a házunkhoz hozzácsatolva szerves részeként is lehet egy téli kert, ami természetesen gyönyörű panorámát is takar, hiszen üvegfalakkal, üvegtetővel rendelkező helységekről van szó, ahol nappalit vagy ebédlőt is berendezhetünk, és ilyen körülmények között, hogy a mediterrán növényeknek nem alkalmas, hiszen ők ilyenkor nyugalmi időszakban pihennek otthon, de ilyen meleg téli kertekben esetleg trópusi jellegű növényeket, trópusi gyümölcsöket is tudunk tartani. Tehát ez egy ilyen paradicsomi hangulat már tulajdonképpen télen. Nekem gyönyörű nagy leandereim vannak, de szóval nem is tudom megmondani, ekkora tézsákban vagy hatalmas cserepekben vannak, bokrok szinte. És hát sajnos nem tudom máshova tenni, mint hogy a garázsba. Van egy kis fény, majd általában azért a tetején már kezd nyurgulni föl azt az a bizonyos, nem is tudom minek nevez, az új hajtás. Így van, az, hogy csináljuk, levágjam? Ezeket a hajtásokat most levágja? Így van, tehát ezeket feltétlenül érdemes, a tél végén érdemes ezeket a növényeket megbeszélni. Ugye ez a nyurgulás, ez azért is van, mert ugye kevés fényt kapnak ezek a növények. A téli kertek pedig pont erre adnak megoldást, hogy ugye egy fényes helyen ezek a növények kevésbé fognak megnyurgulni. Mindenképpen azt javasolnám, hogy a tél vége fele ezeket a növényeket meg kell metszenünk. És ugyanúgy a kertészkedés zajlik a téli kertben, mint akár a kertünkben, ugye említetted, hogy ugye egyre nagyobbak ezek a leanderek, hát, és egyre nagyobb dézsában vannak, ugye ezért kell őket metszeni, hogy azért évekig kicsit még visszatartsuk őket. És még egyet mondok, hogy azt vettem észre, hogy ha mielőtt bevisszük ezt a garázsba, és megpermetezem őket ilyen gomba és rovarőrül, vagy tető ellen, mert azért a pajzstető nagyon szereti ezt a
ezt a növényt, akkor kibírja, tehát nem tetvesedik be. Így van, mielőtt bevisszük ezeket a növényeket telehetetni, feltétlenül célszerű ugye lepermetezni valamilyen gomba és rovarölőszerekkel, és ugye mind a mellett, hogy mondtam, hogy általában sárgul a levelük, hullik, és emiatt nem kell aggódnunk, ez egy természetes folyamat, természetesen téli kertekben is hetente azért alaposan érdemes szemügyre venni a növényeket, mert kialakulhat ilyen probléma, és ha kialakult akár most a hetekben, akkor egy kertésznek a véleményét feltétlenül érdemes megkérdezni, és akkor ehhez megfelelő szert választani. Azt még akarom mondani, hogy egy ilyen leandert mondjuk, ha valakinek van egy nagy hálószobája, mint például nekünk, és ott a posgás növényeim ott telelnek át, hát csodálatos, én nem tudom a nevét, ilyen óriási nagy vékony levelei vannak, és tűzpiros virág van, nem tudom, hogy hívják. Azt bent teleltetem, de például ez mérgező növény, ugye azt nem lehet bevinni a leandert? Igen. Hát igen, mérgező, ugye ez a gyerekek szempontjából fontos, tehát azért... De mondjuk lakni vele együtt bent a lakásban? De nem is lenne célszerű, hiszen ezeknek a növényeknek, ezeknek a mediterrán növényeknek mindenképpen hűvösre van szükség. Nálunk nagyon hűvös van. Nagyon ez a végszó. Köszönöm szépen, hogy segítettél. Én köszönöm a meghívást. Sok tippet kaptunk szerintem. Bár pedig még erről nem is beszéltünk. De még gyönyörködhetünk benne.